Sziasztok! A napokban megjelent a Minecraft Story Mode első része, és jött egy olyan őrült ötletem, hogy mi lenne, ha ledarálnánk. Mégis csak egy Minecraftos csatorna, és a végigjátszást úgysem fogok csinálni. Spoiler veszély! Mint tudjátok, a darálóban mindig végigmegyek a pályák történetén, így ennek a játéknak is végig fog menni a történetén. Elmesélem, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Aki szeretné saját maga megtapasztalni a játékot, a saját döntései szerint végigjátszani, a sürgősen tekerjen a videó végén lévő értékeléshez. A többieknek, akik maradtak, akkor lássuk, hogyan boldogultam a játékkal. Az első dolog, ami nagyon meglepett, a játék 1024x768-as felbontásban és ablakos módban indult el. Ez nem tudom, hogy hiba, vagy direkt így szánták, minden esetre meglepő volt. Indítás után választhatunk kinézetet, hát a lányok legalább olyan szépen néznek ki, mint a fiúk, de egyébként sem választanék lányt, valahogy nem tudnám magam igazán beleélni a történetbe. Kiválasztottam egy fiút, aztán megjelent az epizód választó, az első rész borítóján egy command blokkban, már is szimpatikus. Epizód választás után egy kiírás figyelmeztet, hogy döntéseink befolyásolják a játék kimenetelét. Aztán jön a mesélés. Ácsi szünet. Ugyebár felszoktam olvasni az összes szöveget, ettől most eltekintenék, egyrészt nem billognék angol tudásommal, másrészt nagyon hosszú lenne a videó, tehát ez csak egy rövid élmény beszámoló, a játék pedig, hát ez egy kalandjáték, tehát 90%-ban csak dumálás. A mesélő bemutat nekünk négy hőst. Gabriel, aki mindent összetör. Elegard, aki szeretne Reston Sensei lenni. Magnus, aki szereti a TNT-t. És Soren, aki szeret építeni, ő a boss közöttük, ők így négyen alkotják a körrendjét. Egyszer egy nagyon veszélyes küldetésre indultak, átmentek az Endbe és legyőzték az Ender Dragont, bár az nem derült, hogy egyáltalán veszélyt jelentett, mondjuk támadni akart. Ezután megismerkedünk kettővel a főszereplők közül. A csaj, még nem derült ki a nevét, azt kérdezi tőlünk, hogy mivel harcolnánk szívesebben, 100 csirkeméretű zombival, vagy 10 zombiméretű csirkével. Aztán kiderül, hogy a csaj nem nagyon bírja a kis csabiny malackánkat. Szerintem miatt a lúzereknek nézzünk ki. De megnyugtattam őt, hogy kit érdekel. Jött a kiírás, Olivia emlékezni fog. Aha, Olivia! Megérkezik a csapat harmadik tagja, aki egy creeperes ijesztéssel a többiekbe fagyasztja a kaki blokkot. Ez az, jól megadtam neki. Ezután fölöltöztetik a malacot sárkánynak, ahelyett, hogy megennék. A többiek elmennek, és jön egy kicsit szabadabb rész, VASD-vel lehet mozogni, és rá lehet kattintani dolgokra. Az egyik ládában találtam egy ollót. A másikban pedig gyújtóeszközt. A poszterekre kattintva elmondja, hogy az a vágya, hogy olyan híres legyen, mint Gabriel, és szeretné megnyerni az Endercon építőversenyt. Oké, eleget néz előttünk, nyomás a többiek után. Útközben beszélgetnek a versenyről, kiderül, hogy a győztes egyik jutalma, hogy találkozhat Gabriellel, tudjátok, aki mindent lezúz. Aztán rájönnek, hogy kéne valamit építeni a tűzijátékgép tetejére, hogy látványosabb legyen. Én a zombit választottam. Aztán indul a gyűjtögetés. Itt jön egy montázsal egybekötött ügyességi játék, gombokat kell időben megnyomni vagy nyomogatni, közben a karakterünk pedig gyűjti a nyersanyagokat. Megérkezünk a verseny helyszínére és találkozunk a rivális bandával. Aztán hőseink rájönnek, hogy még csapatnevük sincsen, nekem kell választani, Nethermániákusok, tökéletes. Miután Nexel bepréselte magát a kapun, jön egy kis interaktív rész, körül lehet nézni, igazából a többi csapatot lehet csak szemügyre venni, semmi különleges. Egy kis szócsata után megérkezik a vagány csaj, aki segített az ellenséges csapatnak. De semmi gond, kiderült, hogy bármire le lehet fizetni. A másik csapatban az egyik fickó barátkozni próbált, gondoltam átverés akar lenni, úgyhogy megmondtam neki a magamét. Kezdetét veszi a verseny, nyomogatni kell a kult, hőseink építenek, nagyon hangulatos. Hatalmas siker, senki sem nyomogatja olyan jól a kult, mint én. A rivális csapat egyik tagja irigy lesz, ezért kiereszti a lávát. A malac pedig megijed és elszalad. A Minecraft fizikája szerint ez a láva soha nem fog semmit sem elérni, de azért én elszaladtam malac után, a többiekre pedig rábíztam, hogy biztosítsák a terepet. Újabb interaktív rész, találok malaclábnyomot, meg halk röfögéseket lehet hallani, és... Ó, csak nem sárga répa! A hangokat követve el is jutottam egy malac csordához, meg egy ijesztő csirkéhez.
tovább mentem. Még egy kis keresgélés után rátaláltam a malac jelmezére. Nem volt benne sült malac, úgyhogy tovább keresgéltem. Hát egy kisebb barlangon, utána a magas fűben megtaláltam Rubent. Ó, hát persze, hogy beszélek a malacommal. Ő pedig emlékezni fog rá. Nem tudunk sokáig beszélgetni, ugyanis szörnyek jönnek. És most beszélnék a játék legszivatósabb részéről. Időnként felgyorsulnak az események, és időre kell megnyomni egy gombot. A szivatás benne az, hogy előtte jóval lassabb a tempó, így beszélgetnek a karakterek, nem nagyon mozgalmas, az ember hátradől és hát élvezi a történetet. Aztán hirtelen nyom meg gyorsan ezt a gombot. Jó, hát engem legalábbis így többször is megszivatott a játék, majd látni fogjátok. Ezután jön egy kis harcolós rész, szintén nagyon hangulatos, menő meg minden, bár nem túl nagy kihívás. Sajnos a kart hamar eltörik, úgyhogy elküldöm a malacot, szaladjon biztonságban. Sajnos a szörnyek nem kezdik előtt követni, továbbra is engem támadnak. Elég reménytelen helyzet, de szerencsére az utolsó pillanatban megment minket Petra, vagy hogy is hívják. A csaj megmutatja nekünk a barlangját. Érted? Aha, tudtam, hogy Petra. Aztán villog nekünk a fekete koponyájával, elmondja, hogy egy fickó egy gyémántot fog érte adni. Aztán meghív minket is a cserére. Itt körülbelül olyan fél órája játszottam, és végig az a kérdése lebegett előttem, hogy ez a játék mitől Minecraftos. Természetesen a textúrákat leszámítva, tehát mondjuk lecseréljük egy kicsit élethűbbre, nem ennyire kockásra, akkor olyan észrevennénk rajta azt, hogy ez egyébként a Minecraft világában játszódik. Tehát vajon lenne Minecraftos hangulaton? És ekkor jött egy kraftolós rész. Azt nem mondom, hogy elég a Minecraft hangulathoz, de mindenképpen kell hozzá. Ideje volt már. Kőkardot vártak tőlünk, na hát kicsit kísérleteztem. Megjegyzem, nagyon jól néz ki ez a rész. Nagyon ügyes vagyok, mehetünk tovább. Kértünk a barlangból egy híd, a közepén jöttek a szörnyek. Hát úgy döntöttem, ugrás. És egyenesen bele a főcímbe. Egy kis lassított zuhanás, útközben csináltam rántott csirkét. Végre megérkezünk az Enderkonra. Ott találkozunk a barátaimmal, elmesélem nekik, hogy mi történt idáig, aztán megyünk Petrával a sikátorba. Megérkezünk a helyre, de a fickó még nincs ott. Petra úgy dönt, körülnéz. Nem sokra rá, oda jön hozzánk egy csövesnek kinéző alak. Petrát keresi, úgyhogy megvan az emberünk. Végre megérkezik Petra is, átadja a koponyát, a fickó a ládára mutat, de átver, nem is gyémánt van benne. A tömegben a fickót kell keresni, útközben találkozunk Lukasszal, meg a kövér sráccal, aki a csirkéket nézi. A tömegben azt hiszük, hogy őt látjuk, hát valójában egy csaj, ő is sokkal szebb mondjuk. A hentesnél megtaláljuk a malackánkat, a jó kis kőkardomat odaadtam ért, amit én kraftoltam. Hát, na hát, meglágyult a szívem. Találkozunk a barna csajjal is, sőt a többiek is megérkeznek, aztán meglátjuk a fickót gonoszul távozni. A nagy darab szőke srác nem akar átengedni, viszont az is kiderül, hogy fél a csirkéktől. Oké, jön az ötlet, valahogy ki kell engedni a csirkéket. Itt úgy tűnik, mintha egy rejtvény lenne, valójában nem lehet túl sok helyre kattintani. Időnként kapunk egy kis szabadságot, ilyenkor mi döntjük, hogy merre menjünk, mire kattintsunk. Valójában nem vagyunk annyira eleresztve, nincs túl sok lehetőség. Egy-két helyen kifejezetten feleslegesnek tartottam, hogy most én menjek oda a VASD-vel és kattintsak rá. Szerintem ezeket a részeket nyugodtan csinálhatták volna egy kicsit gondolkodtatóbbra, meg összetettebbre. Elég beszélgetés után sikerül összegyűjteni egy számblokkra, azt találják ki, hogy majd én ráugrok és betöröm valahogy az üveget. Igen, ez is olyan váratlanul ért, hogy sikeresen elrontottam. Végül is sikerül kiengedni a csirkéket. A szőkesrác úgy megijed, hogy közéjük szalad. Főhősünk kiszúr egy nyitott ajtót, tudja, hogy azon ment be a gonosz bácsi. Oda bent könyves polcokból egy labirintus, ne. Már itt is. De tulajdonképpen valahol ez is Minecraft hangulat. Mindenki lázasan keresi a koponyákat. Petra, igen Petra, talál egy aranykardot, szerencsére nekünk adja.
találunk egy potiont. Én úgy döntöttem, legyen a dagié, őt büntessék érte. Nagyon jártas a lopásban, úgyhogy a helyére rak egy másik beállítat, ami mögött van egy kar. A kar egy titkos termet nyit, amiben van egy viderre hasonlító építmény, egy command block van a közepén, ez biztos egy atomübertáp vider lesz. Hőseink nagyon gondolkodóba esnek, mi a kaktusz lehet ez, de nem tart sokáig, zajok az ajtó felől. A gonosz csövi az, közben mindenki gyorsan rejtek helyet keres. Az egyik csaj lever egy bájitalt, amit meghall a csövi és lassan oda megy, de én kiállok, erre a többiek is előmásznak, körbevesszük őt. Sajnos így is meg tud lógni és megidéz egy vasgólemet. Bunyó! Végül majdnem minden képségben megmenekül, csak Lucas maradt lent. Odafönt már kezdődik a műsor, színpadon a nagy sztár Gabriel. Kitaláljuk, hogy nekünk csak ő segíthet, ezért oda megyek hozzá. Gondoltam, nem csinálok túl nagy káoszt, ezért csak annyit mondok, hogy segítségre van szükségünk. Nem nagyon veszi komolyan, a tömegből előjön a csövi. Gabriel ismeri őt, és valami olyasmit mondogat, hogy hazudik nekünk, meg átver, nem mondja el az igazságot. Meghúz egy kart, aminek hatására a padlóból előjön a majdnem kész videridéző építmény. Befejezi az építményt, és ott a szörny. Nem mondom, hogy szép, de legalább ronda, és lő minket. Annyival tud többet egy sima vidörnél, hogy magához húzza a blokkokat, és ezzel növeli az ő kis testecskéjét. A csövi hamar rájön, hogy nem tudja irányítani a szörnyet. Rá akarja dobni a szuper bájitalt, amivel el lehet őt pusztítani, de ugye a dagi ellopta. Szóval rajtam a sor, hogy megdobjam. Hát, ez szívás. Jön egy menekülős rész, mindenki szalad, hanyat, homlok, a lény csak egyre nő és növekszik. Mindent magába szív, nem csak blokkokat, az embereket is. Itt van egy kicsi hosszabb ügyességi rész, gombokat kell nyomogatnunk, meg jó időben megnyomni, mint amikor a nyersanyagokat gyűjtöttük az óriás zombihoz. A szörnyetek bekerget minket az erdőbe és ránk gyújtja, gonoszságának nincs határa. Végül sikerül bemenekülni egy templomba. Sajnos a bestia nem hagyja ennyiben és továbbra is támad. Bent van egy portál, amit nekem kell beindítani, közben Gabrielt elkapja a dög, úgyhogy visszaszaladok érte. Sikerül őt kiszabadítani, aztán elkezd szomorkodni, hogy nem tud mindenkit megmenteni. Öcsém, szaladjatok már! Megbíz minket, hogy találjuk meg a többieket, Sorrent kivéve, mert ő évekkel ezelőtt eltűnt, és nekünk adja a csapat amulettjét. Oké, nagyon köszi, menjünk már. Na tessék, megint itt a csár. Mondtam, hogy menni kellett volna. Most a csajnak kell segíteni, Lucas meg ott sikoltozik a portálnál, ahelyett, hogy bemenne. Öcsém. Aztán rájön, hogy csajra a hős köthetnék, de komolyan, azt hiszi, hogy le tudja győzni a szörnyet, vagy mi? Gondoltam, alkalmazkodok a játékhoz, és maradok a csajjal. A változatosság kedvéért most Petra és Gabriel is bajba kerül. Lucas továbbra is sikítozik a portálnál, ahelyett, hogy bemenne. Izgi rész, melyiket mentsük meg? Természetesen a nőstényt választottam. Még egy kis kiabálás, majd igaz a szörny segítségével, de végre átmegyünk azon a portálon. Megérkezünk a barátságosan meleg Netherbe. A többiek Petrát keresik és vissza is mennének érte, de helyette a csövi jön át, meg egy csáp. Nem tud senkit elkapni, viszont szézúzza a portát. Azt viszont nem értem, hogy miután elmúlik az a lila cucc, hová tűnik a csáp. Ez tök értelmetlen. Szerintem minimum le kellett volna vágnia. Mindenki feltápászkodik, és végre megüthetem a fickót. Elmondja, hogy ez nem old meg semmit, aztán lehülyézi a csajt, amiért nem a portál felé szaladt. Mellesleg egyetértek vele, persze a játékban nem értettem vele egyet. Nem esetek ki a szerepből. Aztán elmondja, hogy a közelben bányakocsik vannak, amit a kőrendje épített, azokkal ki tudunk innen jutni. Úgy döntöttem, hallgatunk rá, amit ő meg is dicsér, majd láthatatlanná issza magát, közben pedig megtetszünk egy gásznak. Futás. Megtaláljuk a bányakocsikat, gyorsan be is szállunk. Ezután jön egy izgalmasabb, szágúdozós, ügyességi rész. A
Kocsikázás után találunk egy másik portált, és bevállalom, hogy én megyek át rajta először. Odaállt egyébként nincs semmi különös, csak egy zombi. Eléggé este van, ezért úgy döntünk, építünk egy menedéket. Odabent a kövér elárulja, hogy van nála kex, mindenkinek ad, kivéve Lukasznak. Hát úgy döntöttem, hogy nagyon rendes hős leszek, és nekiadom az enyémet. A Dagi nem örül neki, nem csípi Lukaszt. Úgyhogy nekem kell rendet tennem közöttük. Másnap reggel elindulunk a sárkunyhóból, nem sokkal később találunk is egy romos épületet. Természetesen oda megyünk, ez csak a kőrendjének temploma lehet. Oda bent szívélyes csapdák várnak, szeretetük jeléül nyílzáport zúdítanak ránk. Beszorulunk két nyílzápor közé. Szerencsére Lukasz kitalálja, hogy valószínűleg ugyanazzal a nyomólappal tudjuk kikapcsolni a szerkezetet, amivel bekapcsoltuk. Érdekes módon pont egy íj és egy nyílvessző kraftolásához elegendő tárgyak vannak náluk. Oké, elismerem, aki nem Minecraftozik, annak ez annyira nem triviális, de a jobb alsó sarokból meg lehet nyitni a recepteket. Sikerül leállítani a csapdákat, nyomás. Egy könyvtárba érünk, ahol az Enchant könyvből kiderül, hogy a csövi is tagja volt a kő rendjének, nem négyen voltak, hanem öten. Igen, mindenki nagyon meg van lepődve, hatalmas fordulat, a nagy hősök, akiket idáig olyan nagyra tartottak, kiderült, hogy hazudtak nekik. Nem mondták el a teljes igazságot, sajnos az nem derül ki, hogy a történetből miért hagyták ki idáig szegény csövit. Fölmegyünk egy csiga lépcsőn és egy tágasabb terembe érünk. És most rá kell jönni, hogy hogyan tovább. Van itt egy nagy térkép, valami irányítópult, kombinációs zár. Itt legalább van valami segítség, a reston lámpák azt szerint változnak, hogy melyik kart húzzuk meg. Sikerül bekapcsolni a lézert, mehet az amulett a keretbe. Az amulett megtöri a fényt és megmutatja, hol van a maradék két csapattag. Lukasz Petrát szeretné megtalálni, de én arra szavazok, hogy keressük meg a csapattagokat. Ezért ő úgy dönt, hogy itt marad. A Dagi és a csaj viszont nem ért egyet abban, hogy kit kéne előbb megtalálni, úgyhogy nekem kell választani. Persze én a csajt választottam. Ezért a Dagi itt marad Lukasszal, és igen, a szörnyse lett kisebb, ezután jön a következő rész előzetese. Ezután egyébként kapunk egy kis statisztikát, hogy a választási lehetőségeknél a játékosok hány százaléka hogyan döntött. Tetszik ez a rész, meg lehet nézni, hogy mennyire gondolkodunk úgy, mint a többség. Lássuk a mérleget. Azt az elején szeretném leszögezni, hogy én nagyon szkeptikusan álltam a játékhoz, tehát már úgy indítottam, hogy nem vártam tőle sok jót, de nagyon kellemesen csalódtam. Szerintem összességében egy hangulatos játék lett, a történet is nagyon érdekes, tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége, a játékmenet is abszolút élvezhető. Az ügyességi részek is nagyon tetszettek, bár időnként megszivatott vele, de ettől csak izgalmasabb volt a játék. Tetszett, hogy itt megoldották a kraftolást, látványos volt. A végén lévő döntés összehasonlítós rész is nagyon tetszett, bár úgy tudom, ez nem egyedi, más játékoknál is van ilyen, hát igen, lebuktam, nem nagyon szoktam a játékaikkal játszani. Amik nem tetszettek, túl könnyű volt a játék, nem volt benne igazából semmi kihívás. Tehát hangulatos volt ez a döntésválasztogatás, de az ügyességi részek szerintem túl könnyűek voltak, bár időnként megszivattak, de úgy nem éreztem, hogy van tétje a dolognak. Aztán a rejtvények pedig, hát nem is tudom, lehet-e rejtvénynek nevezni, azok is túl egyszerűek voltak. Aztán a templomos jelenet egyszerűen számomra túl irracionális volt ott a karakterek viselkedése, ötötszőre is megtámadta őket a csáp, de továbbra is ott beszélgettek. Nem nagyon értettem. Voltak interaktívabb részek, tehát VHD-vel lehetett mozogni és egérrel kattintani, hogy mit nézzünk meg. Szerintem itt nagyon kevés volt a választási lehetőség, ráadásul egyetlen útvonal volt, tehát egy csőbe lehetett mozogni. Szerintem egy kicsit fölöslegesnek éreztem ezeket, főleg azokat, ahol konkrétan egy darab dologra lehetett kattintani, tehát konkrétan így a karakter megállt a ládával szemben és várta, hogy rákattintsak. Szóval összességében szerintem ez egy jó játék, én abszolút kellemesen csalódtam. Erre a játékra nem úgy kell tekinteni, hogy próbálja megreformálni a játékot, megvannak a saját karakterei, saját építményei, csak abban az univerzumban játszódik, a fizikája az egésznek Minecraft.
Természetesen nem is fogja megelőzni a Minecraftot, de érdekes így látni ezt a világot, ezt a játékot, és egyébként szórakoztató is. Akkor térjünk is a lényegre, ami miatt megnéztétek ezt a videót, vagy ide tekertetek, megéri-e az árát? Hát azoknak, akik nem szeretik a snapshotokat, tehát mindegyiknél elmondják, hogy hú, ez a játék csak egyre rosszabb, ez nem passzol hozzá, vezzeg a béta, az volt a jó, azoknak valószínűleg nem, mert azok csak annyit látnak a játékban, hogy valaki próbálja meglovagolni ennek a hírnevét. Akik egy kicsit nyitottabbak, mint én, akik kíváncsiak, hogy mit hoznak ki még az emberek ebből az alapanyagból, azoknak szerintem szórakoztató lesz. Én jól szórakoztam, csak azt tudom mondani. A kézikönyv óvjon.